Na sziasztok gyerekek, itt vagyunk a következő Euro Truck Simulator részben, már nem tudom, hogy hányadik, pedig most hirtelen akartam mondani. Na mindegy, találtam egy fuvart, vigyük el. Na szóval, azt mondja, hogy 6500 per kilométer. Ijajajajajaj, az eléggé necces, de mindegy, elvisszük most, már régen volt rész. Jó. Gyerünk. Aha, persze, hogy rosszul, jó. Ja, a kormány nem állítottam át, de jó. Mert a Form 1-re volt állítva. Az kemény lesz. Na így elvinni ezt a fuvart, ez elég kemény lesz. Jobban kell egy kicsit majd figyelnem, az biztos. Nem akarsz bejönni, elengedsz, 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 köszönöm. Aja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 j
Semmi probléma. Végigvisszük mi így is. Várjuk itt szépen, hoppá. Oké, és akkor így mehetünk is. Come on bitches, love is dead. Átállítjuk, jó? Mert a fék se fog. Nagy pillanat. Na most elvileg visszaállítottam eredeti positionébe. Most egy kicsit itt várni kell, hogy ezek az uraságok itt elinduljanak. Kezdjenek valamit magukkal. Emberünk. Jó, ő is elindult, akkor nem indexelünk. Kifele. Come on, menjetek, menjetek, menjetek. Érjek át én is. Nem, áh, nem fog áttérni. Ezt nem hiszem el. Már itt szarozunk ennél a szarnál. Fú, de szar ez már így, mi? Mi van? Megint neki mentem? Jó, egy gyerekek, ilyen lazán mínuszba teszem itt magam, tehát nem hülyéskedek itt. Megoldom. Nem ennyi. Álljál egy helybe. Nem húzom be a rögzítőféket, mert hülyeség lenne. Hogyha alólam elmegy ez a csávó, az azt fogja jelenteni, hogy come on bitches, love is that is, és mehetünk. Úgyhogy most már én azt mondom neki, hogy indulás. Mondom, indulás. Indulás. Nincs még mindig zöld. Ezt nem hiszem el. Lehet, még mindig nagyon rá vagyok állva. Nem megyek hátrébb, mert mögöttem is vannak. Most a csávó az úgy döntött, hogy ő elindul, úgyhogy mi megyünk utána. Ha! Ez így elég veszélyes. Ó, bazd meg itt most. Nem fogunk szarozni. Zöld van. Come on, come on, come on, come on. Mindenki menjen a picsába, merre lát. Oké, mert én fordulni fogok. Nem fogsz piros lenni előttem, ugye? Köszönöm. Oké. Gyerünk, menjél! Ne egy másodperccel mennyi előtte, vagy egy kilométer per órával, te. Ezt komolyan mondom, el se hiszem. Na jó, van mindegy. Na, aztán mi a helyzet veletek, emberkék? Megvan a 20 000 feliratkozó itt. Vlogos csatornám meg megvan az 50 000. Wow! Úgyhogy nyugodtan azt is nézzétek meg, itt van a leírásba. Úgyhogy, ja. Na, én most itt kilépek ezeknek a társaságából, és egyedül folytatom tovább utam. Aztán Forma 1, hogy tetszik nektek? Láttam, sokan írtátok, hogy ez kurva jó. Ma akarok csinálni egy nagy díjról egy gyakorlásos, csak hogy legyen egy nagy díj. Mit tudom én? Brazil nagy díj, azt sem tudom, milyen a pálya ott. Rámegyek, hogy Hoppá! Köszönöm szépen! Nem megy ez ma, gyerekek. Valami van a levegőben. Kicsit összebasztam őket. Ezek nem hinném, hogy mozdulni fognak innen, úgyhogy... lépnem kell. Az igen! What the fuck a maka? Volt őrfuck. Ezt is láttátok?
A csávó a levegőbe ment. Oké, jó, értem. Na, hát az előző részben nem volt semmi hiba, most már egyből az elején 9%-os sérülés. Ezt így kell, gyerekek, látjátok? Ilyen ez a show business. Úristen! Jaj, meg én hány tonnát viszek én, hogy ilyen lassan megy felfele? Hát ez kemény volt. Waterfuck. Lehet ezt fogom egyébként a Forma 1-et csinálni, hogy most megyek egy időmérőt majd ma. És akkor holnap meg megyünk egy futamot. Ennyi. Ja, már kiszedtem az izét amúgy abba. Már csak lovom van a fék. Tehát már csak lov segítség van. Kicsi segítség van a féknél, na. Úgyhogy az már ott elég jó lesz. Úgyhogy ja, azt is nyomatjuk. Ja, egyébként meg Sniper Ghost Warrior is lesz. Csak nem tudom, hogy mikor, már most rá vagyok függve a izére, a Forma 1-re. Most is csak, na jó, mondom, csinálok egy Euro Track-et, úgyis régen volt már, idézőjelben régen. Úgyhogy most azért van ez. Amúgy nem lenne, hanem Forma 1 lenne. Meg már tele lehet a faszatok a izéval, a Forma 1-jel. De én imádom. Imádom. Tegnap is mentem, vagy két időmérőt. Tehát nem versenyeztem, csak két időmérőt mentem. Nem tudom, ugye, de mondjuk versenyeztem, elkezdtem egy ilyen versenyszerűséget, három körös versenyt. És az utolsó kanyarba, hát úgy gondolta az ember, hogy kilök. Na most ő meglökött engem hátulról, megpördültem, és hát ő meg bement első helyre. És a második is elment utána mellettem, utolsó körbe, értitek? És hát így lettem harmadik. Szóval ez nem volt egy ilyen egészséges dolog. Milyen jó itt már, nem? Milyen izé van itt. Nézd már, itt ilyen izé van-e? He. Ilyen erdő szerűség. De mire kimondom, már nem is ott vagyok, de tényleg. Te meg miért mész itt előttem ilyen kibebaszottul lassan? 60-nal. Ja, csak annyival tudsz menni, mi megy gyíkarc a kamionod. Na nézzük, jön-e valaki. Mondd, hogy nem. Nem jön senki. Előzök ilyen lazán, gyerekek. Hát ilyen gyíkarc sebességgel nem menjen előttem. 90-nel lehet itt száguldani, nem? De biztos, mert izé. Nincs város. Genyó. Ó, én most teljesen szabályosan közlekedek. Nem akarok több sérülést okozni magamnak. Nagyon profi vagyok már. Na, 19 óra 8 perc, az azt jelenti, hogy nem sokára a lámpákat is kell cserélni. Hogy cserélni? Kapcsolni. Az úgy nem gyenge. Kicsit rá kéne nyomni, nem? És csak lejjebb megy. Oj, nagyon jó. Tankolni még nem kell, van abban még üzemanyag. Viszont itt egy kicsit lejjebb, tehát na, fékezek. Itt most nagy süti van. Ja, Istenem. Szarakodtok előttem, de tényleg. 50-nel megyek, érted? Mintha egy városban lennék. Na majd, de majd itt aztán, itt majd megelőzöm mindjárt. Jaj, csak kanyarban meg nem is lehet előzni, meg záróvonal. Ó, hogy rohadjon meg. Akkor mennyi akkor, vagy valamit csinálj, de érted? Nincs is rajta pótkocsi. Istenem. De nem szeressem én ezt, te. Amúgy lámpát kapcsoljunk ilyen minimálba még csak. Mikor menjünk már autópályára, de tényleg? Tehát itt szarakodni, löncshúsok előtt. Valahogy nem az én sztájlom. Mert a nézését és a járását... Ja, itt meg jönnek autók, pedig most annyira meg tudtam volna előzni. Nem. Bocs, testvérem. Ezt nem hiszem, mert nem tudom megelőzni. Ki kell valamit eszelni ellene. De mit, ugye? Ja. Na nézzük. Kanyar... Nem jön semmi? Semmi nem jön. Oké, és akkor most meg leszel.
Aha, ott már fog jönni, úgyhogy váltsunk csak vissza. Jó. Nagyon jók vagyunk, nagyon jól eljöttünk itt. Na, végre tudok menni 80-nal. Persze ilyenkor megy fel ám ilyen bukkanóra, meg ilyesmi, ahol lelassul. Csodálatos, csodálatos. Pedig a sebességkorlátozás az nálam ki van kapcsolva. Úgyhogy ez így egy érdekes szituáció. Csak mondom. Szávasz, szávasz, kamion bácsi. Azt mondja, hogy őt is meg kéne előznöm. Őtet. Kanyarban nyilván szar, és csak nem. Pedig itt szaggatott vonal van, szóval itt előzhetnék, de nem fogok, én nem izélok. Nézzük. Most meg lehet. Ne! Oké. Nagyon jó. Kicsit elütöttük a csávót, az beszorult a másik alá, de ahhoz képest nem kaptunk sérülést. Na. Valami bug van egyébként a Eurotrackben, mert hogyha hátulról jönnek belém, akkor valahogy úgy nem kapok sérülést, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de úgy nem. Na mindegy, csak mondom, hogy van egy ilyen dolog benne. Úgyhogy ez tök király, tök jó. Na, menjünk már. Mit kaptam? Valamit kaptam. 100 kilométeres genyóság. És gyerekek! Megtörtént az, amire mindenki nem várt. Tippeljetek mi? Hm? Pótkocsi! Elvesztettem a pótkocsit, a kurva anyját. Elvesztettem a pótkocsit. Na most mi legyen? Most már ez a harmadik, hogy elvesztem. Úgyhogy kezd a faszom tele lenni vele. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek, most már faszom tele van vele. Találkozunk a következő részben. Ha lesz, mert így én nem szeretnék többet játszani, hogy elhagyom. Érted? Faszom. Na. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, pisztácia, sziasztok.